Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Elmondom nektek, hogy egy nagyon gyönyörű történetet fogok beszélni. Egy nagyon nagyszerű bácsiról fogok beszélni, úgy hívták, hogy Illés. Hogy hívták a bácsit? Illés. Ez az Illés nagyon szerette az urat, és nagyon úgy élt, hogy sose kellett rászólni az iskolába, sose beszélt vissza, mindig megült a helyén, és mindig tudta a leckét, nem puskázott. Ti szoktatok puskázni? Nem. Ő nagyon becsületes fiú volt, és mindenki értékelte. Minden szombaton eljárt a templomba, a zsinagógába, mert ott felolvastak a Mózes törvényéből, felolvasták a prófétákból, és őt ez mindig nagyon érdekelte. És ő olyan felnőtt ember szeretett volna lenni, aki Isten szolgája. Megértettétek azt már a gyermekisten tiszteleten, hogy az Úr Jézus nagyon szeret benneteket? Megértettétek már azt, hogy az Úr Jézusnak lehet szolgálni? Nem mindenki az Úr Jézus szolgálja, csak az, aki erre odaszánja magát, azt mondja, hogy én szeretném Istent szolgálni. Na, ilyen volt Illés, és amikor felnőtt ember lett, akkor megértette mindig, hogy az Úr mit akar. Abba az országba, ahol élt, igen nagy nyomorúság volt. Az embereknek nem volt kenyere, amit tegyenek. Aztán nem volt vízük se, mert olyan meleg volt, olyan szárasság volt, hogy kiapadtak a patakok is. És már nem lehetett sehonnan se vizet kapni. Azért szomjaztak, éheztek, az állatoknak se volt takarmány, mert elszáradt a fű, a báránykák nem tudtak mit legelni, és nagyon éhesek voltak. Egyszer beszéltem egy asszonnyal, aki nagyon nehéz körülmények között élt, és azt mondta, hogy tudod, se kenyerünk nem volt, se vízünk nem volt, és olyan éhesek voltunk, hogy fájt az éhség. Ti még biztos ezt nem éreztétek, de eljöhet az idő, amikor olyan nyomorúság van, amikor az embernek fájdalma van az éhségtől. A háborúban is, akik élnek itt a szomszéd országban, sok kisgyerek van, akinek nincs kenyere, nincs vize, sőt, szülei sincsenek már, és nagyon-nagyon szomorú. Mi nagyon hálásak lehetünk Istennek. Kaptatok reggel egy kis kenyere? És a kenyér mellé is kaptatok valamit? Mit kaptatok? Margarint és lekvárt. Kalácsot. Húha! Akkor igen jó lehetett lakni, igaz? És inni is kaptatok? Igen. Mit ittatok? Teját ittatok. Akkor van víz itt a csapban, ha teját tudtak belőle főzni, igaz? Az ígére figyelünk, mert az Úr Jézus akar valamire tanítani bennünket. Aki szereti az Úr Jézust, az ide néz, és figyel, mert Illés is ilyen volt. Illésből nagy próféta lett, de neki se volt kenyere, neki se volt vize, mert az Isten szolgálja is ugyanúgy szenvedett, mint a többi ember. Így aztán meg is értette azt, hogy milyen nehézségben vannak. Gondolta Illés, hát ha az Úr akar, akkor elvihet, ha nagyon éhezik valaki. Akkor meghal. Hány napot bír ki valaki kenyér nélkül? Ki tudja? Tessék! Egy kicsit többet. Tessék! Nem? Ki tudja?
annál is többet. Tessék, mondjad! Nem, 40 napot kibír az ember, körülbelül, egy kicsit lehet, hogy többet is, de 40 napot. És víz nélkül mennyit? Egy hetet bír ki az ember víz nélkül. Hetet akartam mondani. Akartad, jól van. Szóval 7 napot bír ki víz nélkül, úgy körülbelül. Hát Illés már igen, csak a 7 napon túl volt, és akkor az Úr szólt neki. Látta, hogy éhezik az ő szolgája, mert az Úr mindent tud, mindent lát, és azt mondta neki, menj el napkelet felé, ott van egy patak, úgy hívják, hogy Kidron, az a Jordán felé folyik, abban még van víz. Menjél oda, és abból a patakból tudsz inni, mert nagyon szép tiszta vize van, és jó hideg, és az fölüdít téged. És tudod, majd én elküldöm a szolgáimat, hogy hozzanak neked kenyeret, és tápláljanak téged még egy kis húst is. Illés leült a patak mellé, jó nagyot ivott, akkorákat kortyolgatott, hogy a pocakja megtelt vízzel, de nagyon jó volt, mert már régen ivott, már ki volt száradva. Ugye tudjátok, hogy a nagy belegbe ki lehet száradni, azért kell mindig inni. Szoktatok inni? Hát az Úr mindig gondoskodik, hogy van innivaló. Na, Illés gondolta, hú, de jó volt ez a jó hideg víz. Régen is ittam, most nem is kellett odafigyelni, hogy csak egy-két kortyot igyak, hogy jusson másnak is, mert nem volt senki a patakparton. Egyedül Illés. Igen ám, de dél felé elkezdett korogni a gyomra. Korgott már a gyomrotok? Tudjátok mi a? Hangokat ad ki. Mutatja, hogy kéne, éhesek vagyunk, hogy kéne enni. Illés gondolta, de hát az Úr azt mondta, hogy küld valakit, a szolgáját, hát hol van itt, hát nincs itt senki. Egyszer aztán képzeljétek el, hogy zörejeket hallott. A patak mellett még volt zöld fa, hát egy holló volt ott. Láttatok már holló? Fekete madár, láttatok? Nem is kicsi. Ki látott már hollót? Aha, szóval, és amikor megnézte, a holló olyan érdekesen viselkedett. Megnézte Illés, hát látta, hogy a szájában van egy nagy darab hús. Hát ilyet, de jó lenne, ha odatta azt a húst, lepottyantam már. De a holló nem potyogtatta le a húst. Képzeljétek, ő akart vele jól lakni. Mit gondoltok? Ha nem, szépen oda repült Illés elé. Egy kő volt éppen Illés mellé, mert a patakból sok kő volt a parton. Kimossa a víz mindig a követket. Itt a Balaton parton is láttátok, mennyi sok kő van? Na. Igen, olyan sziklás kőre rálepült a holló szájába a nagy hússal. És akkor Illés rájött. Hát az Úr az égi madarat küldte, a hollót, hogy őt táplálja. És szépen oda tette a kezébe a húst. Ettek, evett már a kezetekből madárka? Nem. Az én kezemből már evett madárka. Aha, oda repült a madárka. Szóval Illés elé is oda repült a holló, fekete holló. Azt hiszem piros volt a csőre, de nem a csőre volt az érdekes, hanem amit a csőrébe tartott. Nagyon finom húsi volt. És amikor Illés kezébe tette, hát azt mondta, húha, de régen ettem húst. Fölnézett az égre, hálát adott. Ó, Uram, ezt te küldted. Ez a te madarad.
és te szóltál neki, hogy hozzod nekem húst. És tudjátok, mi történt? Jó lakott illése, azt mondta, hát egy kis kenyér is kellett volna ehhez, mert megfájul a hasam. Ugye, hogyha csak húsit eszünk, és nem eszünk hozzá kenyeret, akkor megfájul a hasunk. Volt már gyomorontásotok? Neked volt már gyomorontás? Hát igen. És ahogy elgondolta Illés, hogy ne fájjon a hasa, ezért kellene egy darab kenyérke is. Tudjátok, hogyha valamire szükségünk van, és imádkozunk érte, akkor az Úr gondviselő Isten, és gondot visel mindenkire, és megadja, amit kért. Na, mi történt? Hát képzeljétek el, ez a húsos holló, aki a húst hozta, ott volt. De egyszer csak oda repült egy másik holló, és hozta a kenyeret. Micsoda finom lángos volt a szájában, mert tudjátok, akkor ilyen lángosszerű kenyeret sütöttek az asszonyok, hogy honnan hozta, hát az Úr adta neki, és az Úr mondta, hogy vigyed már Illésnek, hogy ne fájjon a hasa az éhségtől, meg ne a hústól, ne roncs el a gyomrát. Illés már csak ide, így csinált. Nagyon szerette a madarakat, még talán tudott a nyelvükön is beszélni, és akkor a holló oda tette a kezébe ezt a nagyon finom, frissen sült lángosszerű kenyeret. Ó, Illés! Gondolta magába. Mennyegző van, hogy az Úr, hogy gondoskodik rólam. Igen jól érezte magát a patak parton, evett is, ivott is. Nem csak a mindennapi kenyeret adta meg az Úr, hanem ami szükséges mellé. Mert az Úr mindig megadja, ami szükséges. Hát ez a húsi igen jól jött, mert nagyon le volt soványodva ez az Illés proféta a sok nemevéstől. És képzeljétek el, jó lakott, aludt is egyet a patakparton, meg is fürdött a patakba, jól fölfrissült. Ti fürdettetek ez a Balatonba? Igen? Na, jól. A tengerbe is fürödtél. Na, ez nem tenger volt, ez csak, hogy hívták a patakot, ki tudja? Kidron. Kidron patakába megfürdött. Kidron, dével. Kidron patakja. Szóval megfürdött Illés proféta. És aztán jót aludt. Eljött az este, térden imádkozott. Hálát adott, hogy az Úr a mai napon adott neki húst is, kenyeret is, vizet is, békességet is, pihenést is. Nagyot aludt. Reggel aztán fölébredt, és hogy fölébredt, ha megint korgott a gyomra. Reggel megint éhes volt. Hát, Uram, gondoskodsz-e ma rólam? De az Úr azt mondta, hogy én parancsoltam a hollóknak, hogy gondoskodjanak róla. Tehát úgy gondolod, hogy én nem gondoskodom róla? Ugye ez, amikor úgy nem hiszünk, de Illés hitt Istenbe, Isten szavába és gondoskodó szeretetébe, mert Isten gondviselő Isten, a gondunkat viseli. Ha valamire szükségünk van, akkor ad enni, gondoskodik, hogy legyen mit inni, arról is gondoskodik, hogy legyen hol aludni, hogy legyen ruhánk. Az Úr Jézus mindenről gondoskodik, ha az övéi rábízzák az életüket. Én nagyon szeretem az Úr Jézust. Tudjátok, amikor ilyen idős kislány voltam, az első osztályba mentem, akkor halálos beteg lett az édesanyám, és én egy árvaházba kerültem, ahol nagyon egyedül éreztem magam. Ugye ott beszéltek az Úr Jézusról, és én rögtön megszerettem az Úr Jézust, és mindig imádkoztam. És az Úr
gondomat viselte, és minden nap imádkoztam, hogy az édesanyámat gyógyítsa meg, és meg is gyógyult, és így aztán újra otthon lehettünk együtt a család. Én már gyerekkoromban megismertem Isten gondviselő szeretetét, és te is megismerheted, ha hozzá imádkozol, és ha úgy döntesz, hogy te az Úrral akarsz járni, mert Illés Istennel járt, és ezt mindenki látta, mert Isten megáldotta, és te is akkor leszel áldott gyermek, ha az Úr Jézust mellett döntesz, és vele jársz. Na, szóval eltelt egy hét, képzeljétek, minden reggel jöttek a hollók, sőt, hozták a kis holló gyerekeiket, bemutatták a fiókáikat Illésnek. Hát Illés nagyon boldog volt velük, de aztán nagyon sütött a nap. Olyan forróság volt, hogy a patak egyre fogyni kezdett a víz benne. És így aztán kiszáradt a patak, képzeljétek el! Hiába kotort Illés a patak medrébe, egy csöpp vizet se talált. Ó, Uram! Hát akkor mégiscsak szomjan fogok halni. Hát ide jöttem a patak partra, csak egy ideig gondoskodtál rólam. Egy nap aztán nem jött a holló se, se a holló fiak. Illéshez szólt az Úr, és azt mondta, menj el Sareptába, és ott majd én egy özvegy asszonynak fogok parancsolni, hogy gondoskodjon rólad. De ezt majd máskor mondom el ezt a történetet nektek.